Szia. Szia! Olvastam egy mottót tőletek, amit Kodály Zoltántól választottatok, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy ugye az iskolának a dolga lenne az élményszerű oktatása az éneknek a gyerekek körében. Szerinted mit lehetne, mit lehetne ezért másképp csinálni, mert ugye a klasszikus énekórákat mindannyian átéltük, úgyhogy ezt nem kell ragozzuk, de mit, mit lehetne másképp csinálni? Ezt jó, ez, egy nagyon jó kérdés egyébként, örülök, hogy föltetted, mert, és igen, egyébként a klasszikus órákból kell kiindulni. Én alapvetően a végzettségeket tekintve én tanító vagyok, én pedagógiát végeztem Nyitrán, és az a fölvidéken van. És tulajdonképpen elkezdtem tanítani, és hát az egész műsor ezért is alakult a gyerekkoncert, a Kimes Együttes gyerekkoncertje, most meg az, az én gyerekkoncertem, a tücsöklakodalom, mert hát észrevettem azt, hogy eljött a zeneóra, kidottam a könyveket, a gyerekek is, és akkor egy ilyen könyvszagú, hát megtanult volt a tanterben, ezt a dalt kell megtanulni, Hely Dunáról fúj a szél, mondjuk. Ha már itt vagyunk. Ha már itt tartunk, stílusosak, igen. És hát megtanultuk a dalokat, és akkor aztán becsuktuk, és ugyanúgy, mint egy matematika óra, vagy mindegy természetrajz óra, teljesen mindegy. Tehát tankönyv szaga lett az egésznek, és azon szerettem volna változtatni, mert én is úgy gondolom, hogy ezt, és komolyan vettem, amit Kodály mondott, és valóban így van, hogy a, azért a zeneórának, az énekzeneórának elsősorban hát örömtelének kellene lennie, meg olyannak kéne lennie, amikor végének tulajdonképpen az órát, és a gyerekeket meg kéne tanítani énekelni arra, hogy szeressenek énekelni. Hiszen most is, most már azért olyan generációk nőnek föl sajnos, hogy ha leülünk egy tábortűz mellé, akkor nem tudunk mit énekelni. Egyrészt a média mindent eljenek el helyettünk a rádió, televízió, és így kevesebben, hát nem vesszük rá magunkat, hogy mi is megtanuljuk ezeket a csodákat, amik egyébként meg itt vannak ránk hagyva, ezek a régi népdalok, amik, amik, szintén magyarok vagyunk, hát mitől vagyunk mi magyarok, ugye tulajdonképpen attól, hogy ismerjük a saját magunk kultúráját. Na és akkor bevittem a gitárt, Például, vagy volt az iskolával egy öreg ilyen harmónium, és hát gyakorlatilag hangszerkísérettel, és ilyen nagyon lazán, és elkezdtük ezeket a dalokat énekelni. Tulajdonképpen akkor nyílt ki a népdal, és felettel énekelték a gyerekek és hát még az a szólfésról is elfeledkeztünk természetesen, nem volt az annyira fontos. Én azt gondolom, hogy, hogy ennek az volt a célja, hogy hát, hogy, hát, hogy sokat énekeljünk, és, és a gyerekek elkezdték szeretni a zeneórákat, és imádták, és hát aztán, amikor már persze, mert vittem a matematika orrára, a gitárt, akkor az igazgató azért mondta, hogy Gyula, talán ez már kicsit túlzás de lényeg az, hogy ott vettem észre, hogy hát így lehet megszerettetni. Elsősorban is szeressenek a gyerekek énekelni, és megtanuljanak néhány dalt, amit magukkal visznek. És tulajdonképpen aztán jött az ötlet, és a gondolat, hogy ez ezt beviszem a Gébes Együttesbe is, és hát lett egy gyerekkoncertünk, aminek az lett a címe, hogy bennünk van a kutyavér, óriási sikere van. A zenekarnak az egyik, hát ilyen, hogy is mondjam, csak egy olyan meghatározó része lett, hogy azok, a, ahogy most is járok koncertezni, hát már az olyan idősávban van, vagy időtávlatból van, hogy a tanítónénik, az óvónénik is azt mondják, hogy ezen növekedtek föl, és így nagyon imádják, szeretik. És hát persze természetesen nagyon fontos az, hogy a szülők is szeressék, mert hiszen ők hozzák el a gyerekeket a koncertre. Ez, a, ez az a bennünk a Kutyavér című album az, ami ugye oktatási segédeszköz is lett. Igen, Higátoros. ráadásul ez nagy dicséret számunkra, és nagyon örültem ennek, hogy tulajdonképpen úgy sikerült ezt a... Tulajdonképpen ez egy élő lemez. Hát a, én, az nagyon fontos a koncertjeinken, és nagyon fontos, én azt, azt, nagyon fontosnak tartom, hogy hát mai szóval interaktív legyen, vagyis hogy Há. hát velünk énekelnek a gyerekek magyarul, ugye, és, és hát ennek óriási hangulata van. Ezért aztán a, igen, beválasztotta a, a kulturális minisztérium segédeszköz, javasolt segédeszköznek, hogy minden iskolában ezt tudják használni, és ezáltal tulajdonképpen elérte a célját, hogy a gyerekek szeretik ezt, és szeretnek így énekelni. Nem kell gondolkodni az, hogy mit énekelünk, és hogy hogyan, és mi, és akkor, hogy, hanem egyszerűen jól érzik magukat benne, és ezeket a dalokat húsz év múlva is énekelni fogják. Milyen népdalokat és népi hangszereket mutatsz be, vagy mutattok be az előadások? Hát tulajdonképpen nem mutatok be hangszereket se, erre sincs idő, igazából énekelünk. Tehát a dalokat azért általában én aztán tudatosan kinyitottam én az énekzenei könyveket több helyütt is, és megnéztem, hogy milyen azok a dalok, amiket kötelezően meg kell tanulni és ezeket szerettem volna nem kötelezővé tenni úgy, hogy ezeket a dalokat meghangszereltem, és egy olyan hangulatba és olyan hangzással adjuk elő most is, amit fogunk játszani, például a mai hangszerekkel szólannak meg nyilvánvalóan, és úgy és olyan módon, hogy, hogy annak egy jó hangulata legyen, egy jó buli legyen. Tulajdonképpen így válogattam a dalokat is, hogy amit alapvetően már ismerősnek csengenek, ismerősen csengenek, vagy találkoztak már vele, hogy észrevegyék, hogy ez nem tankönyv, ez nem kötelező, hanem ez egy jó dolog. A mai gyerekeknek ezen gondolkoztam, hogy miben más, hogyha meg kéne fogalmaznod az érzésvilága, mert, mert szintén azt olvastam tőletek, hogy az egykori népdalokat, egykor keletkezett népdalokat maivá kell tenni. Hogyan lehet maivá tenni egy népdalat? Hát úgy kell maivel tenni, hogy, hogy mi is élvezzük. Hát mi ebben a korosztályban mi is nagyon élvezzük. Tehát egy, egy, egyrészt a dalválasztás is olyannak kell lenni, ami jó hangulatú, ami sodró, ami lendületes, ami, amitől, amivel saját magunkat is nagyon jól szórakoztatjuk, meg a gyerekeket is nagyon jól szórakoztatjuk. És az észrevétlen, nincs didaktikus szaga. A dolognak és a hangszerelés nyilvánvaló azért. Természetesen a 21. században élünk, és olyan hangszereket használunk, amivel tulajdonképpen találkozik a gyermek. Most is, másutt is ismerősen csengenek ezek a, ezek a hangszerek. És, és ha tulajdonképpen kérdezték már tőlem, hogy a gyereket mások nem, szerintem nem. Nem, mert hogyha, ha, ha manapság ez is egy szerintem egy hülyeség, hogy élő koncert vagy nem élő koncert. Hát a koncert az a koncert, amikor oda az ember a színpadra, fogja a hangszert, fölhangolja és elkezd énekelni. Tehát ez a koncert. A többi az, szerintem az nem koncert, az, az valami más. Ha oda megyünk a gyerekekkel és, 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 előveszik a hangszereket és elkezdünk játszani, akkor tulajdonképpen elindul a varázslat. És a gyerekek magukkal tehát magunkkal, magunkkal tudjuk ragadni őket. Tehát azt mondják, hogy a számítógép világában minden, meg ez, meg az, meg az van, nem igaz. Szerintem, hogyha a gyerekek találkoznak így velünk például, de szerintem másokkal is, vagy színházzal például, akkor szerintem a varázslat elkezdődik, és ott, azon a helyen ők ezt teljesen elfelejtik, és csak egymásnak vagyunk, és nagyon jó tud lenni ez a hangulat, és felednek mindent, és felünk énekelnek, kérdezik azt is, hogy mitől tudják a dolgokat ilyen gyorsan. Szerintem azért, mert zsigerből bennük van. Tehát ezek a dolgokat, amit énekelünk, több száz éve azt is mondhatnám, a több ezer éve énekeljük. És ez zsigerileg bennünk van. Nyilvánvaló, hogy az angol száz, vagy a francia, vagy nem tudom, bár, bármilyen más gyermekdalokat, vagy, vagy zenéket, nyilván, nem tudnák úgy elsajátítani. De mivel, hogy ez a mi sajátunk génjeinkben van, ezért a második ö, biztatásra érdeklik velünk a dalokat. És ez benne a szép. A mostani a tücsök lakodalom produkciótokat Ugye azt mesélted, hogy színpadra is vittétek, tehát van színházi verziója is, és van koncert. Igen. Ez, mit, mit értünk ezzel? alatt? Miben más a kettő? Hát tulajdonképpen, igen, amikor elkészült a lemez, akkor lett egy ilyen gondolat, a Soproni Petőfi Színház igazgatója, Pataki András forszírozta, hogy csináljunk belőle egy, színpadi, egy színházi változatot is. És tulajdonképpen az azt jelenti, hogy két színészt kaptunk mi, és... A, a, a zeneköré, a lemez egy jó kis történetet írt egy dramaturg, és hát a, a színészek tulajdonképpen ezt a, ezt a történetet mesélik el sok zenével, nagyon jól pörgetik az egész előadást, és mi is egymást pörgetjük, és akkor ebből egy nagyon jó pörgős előadás, és a gyerekek nagyon-nagyon szeretik ezt. Kostümös ráadásul van egy tücsök fiú, meg van egy tücsök lány, mennyasszony is, lakodalom, minden, bármi van benned, szóval gyönyörűk a díszletek, a fények, és ettől egy ilyen nagyon szép, hihetetlen, jó hangulatú varázslat történik ez a színpadon. Ugye a Gimes Együttest te alapítottad. Igen nagyon, ahogy néztem, nagyon színes a repertoárja, hogy, hogy miket adtok elő, tehát ott a rock operától kezdve a passion át, mindenfélét találtam a kínálatba. Mi alapján válogatjátok össze, hogy mivel foglalkoztok? Hát az úgy van, hogy a, a tulajdonképpen, a, tulajdonképpen a együtt alapítottuk a Gimes Együttest, de elékeztünk egy olyan, olyan ponthoz, amikor azért mindenkinek vannak saját külön munkái is, a Tamás is válogatja az ő saját lehetőségeit, én is, például vannak fölkérések, sok színházi zenét írok manapság, és ez engem nagyon szórakoztat, és jó leső érzés, hogy rám gondolnak. És hát tulajdonképpen Hát igazából a fölkérések alapján van ez mindig. Megkeres egy, -egy színházigazgató, és akkor megkérdezi, hogy Gyula, volna-e ezt a darabot, ezt a zenés darabot megírni, vagy ezt a rock vagy éppen most lesz például, a, most készült el a, az Isten a című Szent Ferencről szóló három felvonás, a zenés darab, vagy amit most fogok írni, az pedig egy kakasok az Édenben, egy, egy, egy következő tündérmeset a másik Árontól. Szóval és ha megkeresnek, és hogyha én is úgy látom, és már pedig a színházal nagyon elfogult vagyok, és hogyha ez tetszik nekem, akkor elvállalom a nagy örömmel, és megírom a zenét hozzá. A sok stúdió munkát, sok otthoni munkát igényel, de én nagyon szeretem, és, az, és nagyon inspiráló tud lenni, hogyha jó dramaturgia születik, hogyha jó a sztori, jó a téma, például itt a Tamási Áronban is tele van őrtökkel az ördögökkel erre nagyon jól lehet zenét írni, benne vannak a tündérek, azokra még szebbeket, és hogyha együtt van a kettő, akkor még van benne király, és a többi királylány. És nagyon jó a történet, és nagyon tanulságos, és nagyon mai e, a jó írók, és a jó költők onnan ismerszenek meg, hogy hát hiába írta 400, 500 vagy 50 évvel ezelőtt, e, ha ez mindig aktuális, akkor attól jó, az, attól jó a jó író. Úgyhogy hát ez a Tamási Áron darab is nagyon jó, író, e, jó, 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 jó történet, és ez borzasztóan inspirál csak akkor születnek a zenék. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.